puszába. Cecília. Civilizált. Civilizált. Nem. Civilizált. Ó, én is így mondtam, kérem, a három napra így mondom. Én tudom, hogy nagyon nehéz. De próbálja megérteni. Figyelj, magyarázkodással nem sokra megyünk ezt. Ön, mint katona, nagyon jól tudja. Vasfegyelemre van most szükség. Milyen? És különben is vigyázzon, mert még magába szeret. Három, négy, öt, golyócska. Kihallgatásra. Félek. Tanár úr, ugye emlékszik még rám? Emlékszem. Segítsen rajtuk. A ну-ка, девушки, не бойтесь, заходите. Ну, что же вы не слышите? Глупенькие. Входите, входите, офицеры вас приглашают на ужин. Не бойтесь. Ну, входите же, входите. Ну не, не надо, не, не, не надо. Ну, не, давай, не, давай, не, давай, не, ну, не, ну, не, ну, давай. Сидим! Что разит? Csupán gúnytűzve, kettesen? Volnátok csak férfi! Mint így szemre főre tekintenétek bizony a gyengedőre, miért az eskü, a bok, a túlzó magat, hiszen gyűlöltök szívből. Tudom azt. Vágytársak lévén Hermiát szeretni, betéltetek Helénát, kinevetni, behősített. Egy férfias merény. Könnyed facsarni, gúnyolj! Szegény leány szeméből! Hé, mi a fenét csinálsz? Engedj már el a melleimet! Azt hiszed, hogy azért, mert megmentesz már rögtön fontosan? Te nem vagy normális! Kit érdekelnek a melleim? Egyáltalán minek ugrálsz? A betegségem miatt. A tudomány mai állása szerint gyógyíthatatlan. Sajnálom. Nymphománia. Nem érsz rá holnap? Mire? Ugrani.
És akkor most elmehetnénk kávézni, akár így együtt. Te meg én. Törvényei vannak. Olyan, mint az írás. Balról halad, jobb felé. Én ezt most nem értem, de biztos, hogy igazad van, mert te olyan okos vagy. És valamiért te vagy a rendező. De én akkor is érzem. Igen, és érzem, kutyafül, minden porcikámban érzem, hogy nekem itt középen kell megjelennem. Ráadásul egy lépcső. Vagy egy léghajón talán? A mi kis írónk mit szól hozzá? Én nem is tudom, én így hirtelen, én csak múzeumban láttam léghajót. Látja a turka? Ez is ironizál. Az is lehet, hogy a koromra célzott ne találtam véletlenül, mert ilyen... Szívecském? Nincs léghajó. Ez egy szegény színház. És nem jöhetsz középről, és nem jöhetsz lépcsőn sem. Egy lépcső ezen a színpadon el se fér. Mert ne vitatkozunk itt semmiségeket. Én utat. Nem vitatkozom! Nagyon jól tudod, hogy nekem van igazam! Én vagyok itt az egyetlen ember, aki behúny szemmel is látom magam előtt az előadást. Vakveszett világtalan. Na, azt azért majd megbeszéljük, jó? Légy bárki medben, légy!